Reconnect with the past. Sziasztok, az Assassin's Creed 3-at, vagyis a Liberation-t fogjuk végigjátszani. Az Assassin's Creed 3-ban nem található meg Desmond Miles, se bármelyik eddig ismert szereplő. A terméket az Abstergo Industries bocsátja ki, a féle propagandaként. A templomosok és az asszaszinok közötti harcot mutatja be, de cenzúrázva, így akarván bemocskolni az asszaszinokat. Főhőse a most látott Evelyn de Grand Prix, egy női asszaszin, aki a francia és afrikai ősöktől származott. New Orleans környékén élt a 18. század közepe és a francia-indián háborúk vége felé. Itt látható a főhősné Evelyn de Grand Prix kiskorában. Valószínűleg, sőt biztos is New Orleans utcáin sétálunk most vele. Megkaptuk az első feladatot, méghozzá ezt a csirkét kell majd elkapni. Hops, beleütköztem. Ó. Gyere vissza! Tökéletes, monsieur, ültetvényi munkára. Nézze ezt meg, keményen dolgozó, erős. Mondtam, hogy maradj a helyeden, Kongó. Amit mondtam, monsieur, ez az egyik olyan erős, mint egy ökér. Jó egészségben van. És végig kell sétálnom az ellenőrző pontokon, és el kell jutni majd egy udvarig, ahol kíváncsi leszek, hogy milyen váratlan események fogadnak majd minket. Megkeressük Evelyn anyját. Mostani küldetésünk, és ott is van. Mama! Mama! Pardon, madame. Bocsánat, asszonyom. Te ott! Ne molesztáld, le leszel tartóztatva. És már felnőtt Evelyn láthatjuk. És most megtapasztalhatjuk, hogy hogyan is harcol Evelyn de Grand Prix. Gyerünk! És védekezés, támadás, ez az. Tökéletes. Ez az. Ah. És ő maradt. Kapd el be. Mindez csak egy rossz rémálom volt. Evelyn? Evelyn, drágám. Újból felkiáltottál. Csak nem egy rossz rémálom volt. De csak egy álom. Bocsáss meg, hogy felkeltettelek. Nyugodj meg, drágám. Soha ne kérj bocsánatot. Egy anya mindig aggódik, még ha csak egy mostoha anya is. Köszönöm, Madeleine.
Tehát Evelyn the Grand Prix, most uhánja Madeleine. Mama, aggódsz értem. Elfelejtettél már engem? Hogy hova mentél? Bárhogyan is, az éjszaka azért jobb, hogy ne aludjunk. És íme az asszaszín ruhánk. Egész csinos. Betöltődött az első memória, csak egy rémálom a címe, és egy galambketrechez fogunk most mi eljutni, méghozzá ahhoz. Ups! Választhattam volna a halálugrást is, de jobb lógva. Van egy pár felfedezetlen ügyünk egy ültetvénnyel kapcsolatban. A rejtélyes körülmények között tűnnek el a rabszolgák. Talán ki kéne vizsgálni, hogy mi az eset. A hálózat azt kívánja tőled, hogy menj a katedrális tetejére körbenézni. És a további teendőket majd elmondják. Szóval akkor megyünk a székesegyház tetejére, ahol valószínűleg, sőt biztos, frissítjük a Evelyn the Grand Prix térképét. És most fel kell jutnunk a torony legmagasabb pontjára. És megcsodálhatjuk New Orleans-t. És kezdődik igazából most a játék. New Orleans éjjel szekvencia első címe. Feladatunk ebben a részben, hogy rabszolgaruhába kell öltöznünk, de először is szinkronizáljuk a térképünket. Viszont itt ügyelni kell, hogy asszaszín ruhába vagyunk, örökkel vagyunk tele. Hamar észrevesznek, amint látható, hogy már sárgán villognak, de most talán még nem lesz baj. Itt lehet látni az asszaszín lány legfontosabb tulajdonságait, hogy iszonyatos módon jól tud harcolni, gyilkolni. Viszont hamar felhívja magára a figyelmet, az őrök hamar észreveszik, nem bírja a korrupciót, és gyorsan tud futni, mászni. Szóval akkor most asszaszínból átváltunk rabszolgára, és folytatjuk tovább a történetet.
El kell jutni az ültetvényre egy tökéletes álcában, el kell bújnunk egy szekérben, úgy, hogy senki más ne vegyen észre. Tehát akkor meg kell keresnünk a szekeret, ami majd fölvesz, és elvisz az ültetvényre. És rövidítünk most tetőt, mert rabszolgaként is ugyanolyan ügyesen tud ugorni, mint asszaszinként. És el kell hagynunk most a városkaput. Itt a szekér. Azt hiszem, most el kell bújni, visszaszámol. És... puff! Kész! Álcát kell fölvennünk, anélkül, hogy az őrök észrevennének. Felkapunk gyorsan egy ládát, mint a többi rabszolga. Egy tökéletes álca. Lassan kell menni az őrök előtt, nehogy felhívjam magamra a figyelmet. És ugye a másik feladatunk, hogy át kell vizsgálnunk az ültetvényt, anélkül, hogy észrevennének az őrök. Rabszolga ruhában elsőfokú riasztás van érvényben, úgymond. Annyira nem reagálják túl az őrök, ha meglátnak, mint ha asszaszinként mennék be. És a legegyszerűbb, hogy lerakom a ládát, és a tetőn fogom én most tovább folytatni utamat, mert ott tuti, hogy nem fognak észrevenni, mint hogy szépen a földön járva, bujkálva. Már ilyen profin tud mászni. És meg is érkeztem. Hallóztok. Ki vagy te? Hogy jutottál be az őröktől? Van elég problémánk már, nincs többre szükségünk. Evelyn vagyok, egy barát. Jelentették, hogy rabszolgát tűnnek el. Nem vagytok itt biztonságban. Ha kém vagy Evelyn, semmi keresni valód itt. Bátyámat elrabolták, a nagynénémet is, és a legkisebb húgomat, Tereszt. Nem tudod őket kimondani, nem mond. Meg fogom találni. Semmi kétség. Bízni kell bennem. Úgy néz ki, hogy belenyugodott a rabszolga. És fel kell másolnom a kastély pontjára. Valószínűleg frissíteni a térképet, és ott fogom megkapni az újabb feladatot. Úgyhogy hogyan is szabadítsuk ki a rabszolgának a húgát. Terészt. Terészt. Oda kell följutnunk. Most eddig simán ment. Térkép frissítés.
Következő feladatunk, hogy át kell vizsgálnunk a csűrt, ami ott van. Tetőn fogom tovább folytatni az utamat, mert itt tuti, hogy nem fognak észrevenni. Fölösleges harcokba meg nem szeretnék most bocsátkozni az elején. Remélem, itt átrepül, ez az. És itt vagyunk. Hoppá! Oda be. Ne félj, Teréz, barát vagyok. Ki tette ezt? Rabszolgatartó? Nem, a fia. Ó, kérlek, segíts. Légy erős. Biztonságba foglak vinni. Te ezért megfizetsz. Őrök, gyorsan. Találtam patkányokat a csűrben. Na most megvédjük magunkat. Hárman egy ellen, ez az. Megöltem a fiát is, ez az, ez gyorsan ment. Ez egy rémálom, nem bírom tovább. A terrornak vége, maradj velem, sietnünk kell. Biztonságban kimenekítjük most Terezt. Ez az. Evelyn, drágám, hol sétáltál a szürkületben, hol voltál? A rémálmom után friss levegőt kellett szívem. Drága mostohanyám, nagy vagyok már, nem kell értem mindig aggódni. Te alul értékeled a világ veszélyességét. Nem jó egyedül mászkálni. Mindig fejfájást okozol nekem. Az az igazság, Madeline, hogy szükségem van rád. Miben? Miközben sétáltam. Elkezdett sírni valaki, és követtem egy nőt, egy rabszolgát, súlyosan megsebesült. Hol van ős? Ő kint vár a szekéren, kint az utcán. Evelyn, hagytam volna ott. Tudod, hogy mi a véleményed? Nem kockáztathattam, vagy mi a rosszabb? Légy egy kicsit körültekintőbb. Na jól van. Nem fordítok most hátat. Nincs más választásom. Megnézem, mit tehetek. Köszönöm, Madeline. Eközben gyorsan, ne felcséreljük az időt, menjél gyorsan, vegyél ruhát, gyorsan. A napfényes New Orleans. Egyébként információkat megtudhatunk Madeline-ről, vagyis Evelyn mostoha anyjáról, aki a dél-amerikai templomosok mestere volt, és Company Man néven tevékenykedett Madeline, szóval ő is egy harcos, talán ezért is érti meg annyira Evelynt, viszont ugye Madeline templomos volt, hogy majd mi derül ki a történetből, azt majd fokozatosan szerintem megtudjuk. És akkor eljutunk a Szabóhoz, és veszünk egy utazóruhát. Megvesszük a rabszolgák
rabszolganők kinti ruháját, utazós ruháját, bemutatkoznak a városban. Megvesszük? Oké. És most vissza kell mennünk a Grand Pré kastélyba. Közben meg lehet nézni, hogy meg is vettük a ruhát. Halló! Ott jön mögöttünk a rabszolgánk. De most teljesen meg is keveredtem a rabszolga miatt. Átvágunk itt és visszatérünk a villába. Gyönyörködhetünk a városban, ha akarunk. De... Ó, hello kutya! Már itt vagyunk a kerítés mellett a villának. Még most jön a rabszolgánk, ott megállt, hozza a ruhát, oké. Kész. Evelyn, már megint késtél a ebédről. Nem vagy elég illedelmes. Bár csak annyira hasonlítanál apádra. Egyébként Monsieur Blanc-gal találkoztam, és szeretné, hogyha segítenél neki a raktárban. Ez minden, amit ajánlani tudsz neki. Mindegy, de engem érdekel a munka. Philip, ó, kedvesem, kerülöm ezt a beszélgetést. Felállok az asztaltól, bocsánat. Jó napot, papa. Jó, hogy elment. El kell neked mondanom, Evelyn, hogy a mi kis barátunk biztonságban van most már. Ha egyéb női problémát látsz, nehezítálj, szólj nekem. Első szekvencia a biztonságos ház. Egyébként mióta eltűnt Evelyn igazi anyja, Madeleine neveli, akit már megismerhettünk a történet során, mindkét nő ugyanezt az elvet vallja a rabszolgaságról, és a kötelék a két nő között egyre és egyre erősebb lesz majd, de hogy milyen erős, azt majd gondolom a történet elmondja. Főleg úgy, hogy ha majd kiderül, hogy Madeleine, a mostoha anya, ő a dél-amerikai templomos mester volt. Következő teendünk, hogy vigyázzunk az üzletre, és nem árt egy kis bájolgást tanulni. Kezdjük el a memóriát, betöltését. Másodszor a hónapban a vásárlóink egyre idegesebbek lesznek. Ez nagyon érthetetlen, monsieur. Az ön helyében mindenképpen kivizsgálnám ezt az esetet. Kérem, engedje át nekem, hadd én nézem meg. Elmegyek monsieur Saint-Maxenthez egyszer. Örök hálám, monsieur Blanc. Legalább önben bízok. Az imént látott Philippe de Grand Pré, Philippe Oliver de Grand Pré, hopsz, észrevett. Volt ugye Madeleine apja, aki kereskedő.
Követnem kell Gerard Blancot, aki az imént beszélt Evelyn apjával, Philippe de Grand Pré-val. Egyébként Evelyn apjának egy szállítmányozási cége van, vagyis egy kereskedő. Hopsz, most lenne maradjak úgy, hogy észre nem. Na szóval, akit most követek, ő Gerard Blanc, aki Evelyn apjának az alkalmazásában áll. Még nem derült ki, de... Opszus, jó, félrelögtem valakit, ha mindegy. Még nem derült ki, de valószínűleg ő is az Assassin rend tagja. Egyébként a Gerard család mindig is a brittek ellen volt. És korán elvesztette Philip a családját, így került különben a kereskedő Philip de Grand Pré alkalmazásába. Fiam, ez érthetetlen, hogy már megint eltűnt egy hajónk. Ez tényleg érthetetlen és kétségbeejtő. De mit tanácsol, mit tegyünk? Nem tudok túl sokat. Egy gonosz elvette a ruhámat és az aláírásomat is hamisította. Legyen erős, uram. Egyébként nincs nagy ok az aggodalomra. Azt hiszem, hogy a kapitányt kellene gyanúsítanunk. Meg van vesztegetve. Feladatunk, hogy vesztegessük meg a hajónak az őreit. Egyébként, akivel Gerard az imént beszélgetett, az a nagy darab fickó, Gilbert Antoine de Maxent volt, Evelyn apjának üzleti partnere, és mellesleg katonai tiszt is. Na, hogy csábítsunk el egy hajóőrt, matrózokat. Vagyis most előbb vesztegetünk. És most kell elcsábítanom Dominguez kapitányt. Carlos Dominguez egyébként spanyol kapitány volt. Carlos Dominguez kapitány szolgálatára. Egyébként Rafael de Ferrer bérelte fel, hogy árukat szállítson New Orleansba. És nagy iszákos ember hírében állt. Szóval akkor most elcsábítjuk, és infókat húzunk ki belőle. May we speak in private, Captain? Talán beszélhetnénk kapitány négy szem közt. Jöjjön, kövessem. És a kis magán negyedébe, magán kis lakosztályába visz fel engem a kapitány. Lenne olyan kedves, és elmondaná nekem, mi történt Saint-Maxent hajó szállítmányával? Miért akarja ezt tudni? Ne aggódjon, kis angyalom. A szállítmánya megfelelő címzethez eljutott. Igyon velem egy pohár kávát. Állítom, hogy Madeira legjobb szőlőskertjéből való ez a bor. Ne inzisztálj engem, kapitány. Ne húzzon zavarba pontosabban. És elloptunk egy térképet, és... Hopp. El is tűntem. Azt se tudja, hogy ki voltam talán. Eltüntették az árukat két raktárban.